Egyik szemszögből a test halállal ember minden elfelejti, az igaz. Ezért nem emlékszünk előző életben, mert testet kell cserélni. Másik szemszögből nem törülődik semmi, hanem marad az információ. Nekünk van finom fizikai test, amelyik nem hal meg. És a finom fizikai testnek van egy része, úgy hívják a citta, emlékezet, memória tároló, ami archiválja minden információt. És ezek az emlékezetek ott tárolva vannak életről életre, de le vannak zárva tőlünk a szabad akarattól, hogy hozzáférjünk. Viszont, hogy a mi emlékezet szerint kapjunk a gyümölcsöt, jó vagy rossz visszahatást, ezért őrizve van, mert mindig az alapján van ítélve következő életünk. És ezek mellett vannak személyek, akik tudnak emlékezni, például olyan formában, mint biztos láttatok a YouTube-on, Facebookon, van egy kisfiú, 4 éves, 5 éves, és olyan szépen zongorázik, hogy a szakértők magyaráznak, hát erre minimum napi 8 óra, mondjuk 6 év kellene, de ő még csak 5 éves. Ez azt jelenti, hogy 2 éve ezelőtt még nem is tudta megnyomni a billentyűt. Akkor hogyan sikerült ennek a gyereknek zseniként zongorázni? Úgy, hogy megnyitott pont az a adag emlékezetből, és ő egy kicsit elkezdte nyomni-nyomni gombokat, a klaviatúrát, billentyűket a zongorán, és az emlékezet kibontakozott, akkor látszólag úgy nézett ki, hogy gyorsan megtanulta, ami lehetetlen. Szóval így néha egyik életből másikba átjön emlékezet, ami nem is túl, de nem tudatosan csinálta, nem ült le és gondolta, na szeretnék zongorázni, megnézem most emlékeimben, hogyan csináltam tavaly, vagy múlt életben. Nem, ez nem tudatosan történik. Nem tudjuk ezt kontrollálni. Szóval maradt az emlékezet, de nem kontrolláljunk.